30 éves évfordulót ünnepelt a Kisdorogi Székely Hagyományőrző Egyesület, amely 1993. decemberében alakult Csibi Krisztina vezetésével. Ennek alkalmából idéztük fel a kezdeti időszakot az Egyesület jelenlegi elnökével, Erős Boldizsárnéval, aki beszélt múltról, jelenről és a jövőre is kitért. Az első időszak azzal telt, hogy a népviseleti ruháinkat beszerezzük, amiben ugye meg tudunk jelenni valahol, és sikerült is azoknak a tagoknak, akik ott maradtak, és utána már a 94-95-ben Kakasthoz nagyon jó viszonyunk fűződött, ők voltak az elsők, akik meghívtak bennünket egy születi mulatságra, felvonulásra, és akkor ott kedvet kapva abban az évben már mi is megszerveztük az első születi felvonulást, és évekig a születi felvonulás volt a székelykör rendezvénye a községben, de természetesen bármilyen ünnep volt a polgármesterek felkérésére, mindig vállaltuk, szerepeltünk, akár énekkel, verssel, és utána a fiatalok is közben már bekapcsolódtak, 2004-től pedig akkor lettünk bejegyzett egyesület, és azóta viseljük ezt a Kisdorogi Székely Hagyományőrző Egyesület nevet, és Csibi Krisztina után volt a következő elnökünk Bittner Mátyásné, utána Forrai Katalin, és majd az ő külföldi távozása után engem választottak meg. Jelenleg ketten vagyunk az énekkarban, az egyesületben, akik még alapító tagok is vagyunk, Molnár Mártonné és én magam. Csibi Krisztina azóta Magyarságházának elnökasszonya, erre a 30 éves évfordulóra nekünk nagyon-nagyon sokat segített, mindenben támogatott helyt állt. Hát nagyon sokat voltunk külföldön, ami nekünk nagyon nagy élmény, Lengyelországban, Szlovákiában, Erdélyben, Németországban, és minősítőkre is kezdtünk járni, és abban a minősítők felkészítésében nagyon sokat köszönhetünk Falkainénak, Jakabévának, aki 20 évig állt az Egyesület mellett. Nagyon sok sikert, kisebb-nagyobb sikereket értünk el, a legnagyobbak, amire büszkék vagyunk, a Vas Lajos Kárpát-medencei nagy díjra, azt 2018-ban értük el. Rendszeres résztvevői vagyunk a Bukovina fesztiváloknak, székely találkozásoknak, külföldön, Bonyhádon egyaránt, az adventi koncerteknek is minden évben résztvevői vagyunk a községünkben, és plusz még ahova meghívásokat kapunk. Azóta ruhatárunkat is pályázatok útján sikerült felújítani, bővíteni, rokolyát, kötényt, lájbit varattunk, és próbálunk előre haladni, pályázni, amire csak lehet. Mint az Egyesület elnöke mondja, céljuk a bukovinai székely hagyományok ápolása és továbbadása. Jelenleg az Egyesületnek 14 tagja van, aktív tagja, vannak pártoló tagjaink is, de a 30 év alatt 54 tag fordult meg az Egyesületben, és ebből, aki 3 névnél régebbi tag volt, többet töltött az Egyesületbe, azokat is meghívtuk a 30 éves jubileumunkra, Kisdorogon tartottuk meg helyben a művelődési házban, 148 fő vendégünk volt, és azok a csoportok, akik ugye nagyon sokat kötődnek hozzánk, és közel állnak hozzánk, elsősorban Tevel, Cikó, Gégy, Kakast, hát hívtunk volna ugye még többet, de a helyszüke miatt, mivel tél van ilyenkor, ez sátorban ugye nem lehetséges, így csak ennyire jutotta. A Bácska Banda biztosította a zenét, és nagyon sokan a községből is, a civil szervezetek mind részt vettek. Az Egyesület egyik oszlopos tagja, Bittner Mátyásné kitért a népviseletre is. A székely női viseleteket jellemzik a széles bársony szallagrátétek és a sújtásozásos szoknyák. A szedéses ing, a szedett ing, a lájbi, alsó szoknyák, a rokolya, a kötény és a kendő. Tehát így kell kiállni, hogyha
színpadra állunk. A szoknya hossza se volt mindegy, annak idején még Höfler Lajosné Ema néni idejéből ránk hagyta, hogy nem rövid szoknyába állunk ki, tehát idősek vagy idősebbek vagyunk, nem lehet térdig érőbe, jó fél lábszár középig érjen. Van, akinek már van csizmája, vagy nem is csizma, hanem ilyen magas szárú cipője, de próbálunk a hagyományoknak megfelelni, és nem magas sarkú cipőbe kiállni, hanem ami a viselethez illik. Ebben az évben esetleg lesz még fellépésük, vagy mi a jövő? Hát holnap lesz egy adventi koncert a Kisdorogi templomban, amit a Német Önkormányzat és Német Egyesület szervez. Itt fogunk karácsonyi szent énekeket énekelni. Mint mondják, az elmúlt 30 évben több arany és kiváló minősítőt értek el. De a legbüszkébbek a 12. Vaslajos Kárpát-medencei döntőn elért nagydíjnak örültek.